Sziasztok, itt vagyunk a nyári Playten, és Glanden cosplay-jel fogunk beszélgetni. Sziasztok! Mesélj nekünk kicsit Sombra, hogy pont ráesett a választásod? Hát az Overwatch karakterek közül Mercy után ő a második kedvencem. Így egyértelmű volt, hogy mivel tetszik, és cosplay, így hát valahogy meg kéne őt valósítani, és hát tadá! Mercyt megcsináltad előtte, vagy már van tervben? Igen, van egy Witch Mercy, úgyhogy ő utána Sombra volt a következő. És ki fog következni ezután? Nagyon-nagyon örülnék, hogyha egy Symmetra a képbe esetne, de gondolkozom Mercy, illetve Sombra a további skinjein is. Tehát egyelőre még nem tudom, mit hoz a jövő. Melyik tetszett meg eddig a legjobban? Egyértelműen Mercy, tehát Mercy én is vagyok, kövezzetek, de Mercy. Játszol az Overwatch-sal? Hát ugye most volt ugye a második szülinapja, pont május 22, azt hiszem. Előtte, amikor kijött, sajnos nem tudtam megszerezni a játékot, de rá egy évre a szülinap során, az első szülinap után megszereztem, és azóta, ahogy tudom, éjjel-nappal. Nagyon jó hangzik. Egyből a healerek között kötöttél ki, vagy így még az elején kóstolgattad a többi hírót is? Hát általában a legtöbb játék, ami ugye support karakterekkel rendelkezik, mindig ezt a pozíciót szoktam belőni. Nem azért, mert lány vagyok, hanem ez a pozíció az, amiben úgy érzem, hogy tudok azonosulni, illetve jó is vagyok. Tehát sokkal jobban látom át azt, hogy segíteni és csinálni, mint azt, hogy venni és szétlőni. Tehát sokkal jobb vagyok szerintem supportként, mint bármilyen más pozícióban. De hogyha arról van szó, akkor még DPS karakterek azok, amik még úgy a kezemhez állnak. Milyen másik játékokat próbáltál ezelőtt? Egy 4 évig most ugye annyira nem, de a LOL volt elég keményen. Overwatch mellett még Rainbow Six Siege, ami most ugye még nagy láza Fortnite. Ezek, amikkel úgy szoktam szabadidőmben. A többi játékból is tervezel, vagy tervezed, hogy beöltözöl, vagy csak az Overwatch ilyen? Jelenleg most nálam személy szerint nagy az Overwatch hype, úgyhogy egyelőre szerintem Overwatch hype, de most inkább még filmek felé nyúlok, tehát filmekből nézegettem egy-két karaktert, illetve hőst, aki azt mondanám, hogy ez nem rossz. Áruld el nekünk, hogy kik lennének ezek? Hát, azt egyelőre nem. Titok, mert nem szeretem annyira felfedni a dolgokat. Majd meglátja a nép, ha eljutok odáig. Áruld el nekünk, és a nézőknek pedig kisipoljuk ezt a részt. Maradjunk annyiba, hogy Marvel karakterek azok, akik most így szemem szúrják. Nagyon jó hangzik, érdekesen várjuk. Szoktál hasonló tematikájú, vagy ugyanilyesmi rendezvényeket látogatni? Itthon igen, most tervezek országszélek felé is menni, hogyha tehetem. Nézegettem egy-két rendezvényt, de az itteni pesti, illetve kint a szegedi Playt is, meg Sopronban, meg nem tudom még hol szoktatok, így pontosan arra is tervezek menni, de ami itthon van, arra mindig megyek. Mikor kezdtél a legelőször cosplayezni? 2016 nyarán, és akkor még így szemezgettem, meg így akkor még ilyen nagyon próbálkoztam, hogy mit és hogy kéne. Akkor még inkább lolos karakterekkel kezdtem, azon belül is Oriana 2 skinjét, utána átmentem kicsit Warcraftba, mert azzal is játszom, fun fact, és azon belül is egy troll cosplayer rendelkezem, ami nem éppen egy lánynak való, de van is. Van. Ők velük kezdtem, és onnantól kezdve így Overwatch felé irányulottam. Gondolkozol esetleg, hogy itt csapatban is cosplayezzetek, vagy ezeket általában egyedül csinálod? Nagyon szeretnék csapatba, csak nem találok egyelőre megfelelő szemét, akivel ugyanolyan érdeklődésünk van. Tehát, hogyha én úgy szeretnék csoportosan cosplayezni, hogy mind a kettőnknek legyen köze ugye a karakterhez, meg kicsit ismerjük is. Tehát inkább úgy öltözzünk be, hogy tényleg tudjuk, hogy mik és hogy vagyunk. És még nem találtam meg ezt a megfelelő szemét, úgyhogy ha ott vagy valahol, keres, itt vagyok. De hát mi drukkolunk neked, hogy mindenképp megtaláld ezt az embert, és sok sikert a továbbiakban is. Sziasztok! Hello, köszi! Bet you didn't see that coming.